Beköszöntött a tavasz, folytatódik a vonuláskutatás és madárgyűrűzés fenékpusztán. Az egész éves madármentő és nevelő tevékenység mellett március 13-a óta ismét elkezdődtek a madár megfigyeléssel kapcsolatos gyűrűző munkák is. A szokásos napi teendőket egy különleges esemény, egy mentett gólya elengedése is színesítette, aki tavaly fiatal madárként bejelentés alapján került az állomásra. Az alsó pálok mellett találták az egyiket egy szántón. Gyakorlatilag ő is egy fiatal madár volt, és ott pihent, gyakorlatilag feküdt a szántón, azt hittük, hogy valami baja volt, de se vezeték nem volt, tehát se úttól is egy viszonylag távolabb volt, csak úgy ült. És oda mentünk, fölvettük, egy fiatal madár volt, egy augusztus második felébe, tehát amikor már a többiek bőven vagy elrepültek, vagy már ugye csapatokba mozogtak, ő még annyira nem tudott repülni. A telet a mentett gólyák egy röpdében töltötték az állomáson, ahol napos csibékkel és apró halakkal gondoskodtak róluk, míg a többi fajtatársuk Afrikában melegben telelt. De már ők is újra itt vannak közöttünk Magyarországon. Tavaszi vonulás az mindig gyorsabb, mint az őszi, tehát a tavaszi vonuláskor gyakorlatilag január végén, februárban már nekiállnak jönni, két hét alatt bőven fölérnek. Tehát akár Dél-Afrikából, vagy egy hónap alatt, de az őszi vonuláskor egy kicsit lassabb, mindig ugye megvárják azokat a szeleket, mert ugye ők nem kvázi szárnycsapásokkal repülnek, hanem megvárják azokat a felszálló meleg légáramlatokat itt a tengerek mellett például, amik ugye nagy magasságokba fölviszik, és onnan gyakorlatilag akár több száz kilométert vitorlázva tudnak közlekedni. A fenékpusztai madárgyűrűző állomáson főleg vonuláskutatással foglalkoznak szinte egész évben. Tavasztól késő őszig pedig gyűrűznek is. Ez egy kutatási módszer, mely a madarak egyedi jelölésén alapszik. Az eljárás segítségével többet tudhatunk meg egyes madárfajok vonulási útvonalairól, pihenő és táplálkozó helyeikről, telelő területeikről és egyéb szokásaikról. Az állomáson előzetesen bejelentkezett csoportokat, érdeklődőket is fogadnak, hogy közelebb hozzák a madarak és a természet szeretetét a látogatókhoz. Gödöllőről jöttünk baráti társasággal, és ahogy kerestem itt a környéken, Sármeléken pihentünk, és a környékbeli programok között leltem rá interneten. Én már voltam madárgyűrűzni, tudom mi az, de hát ez fantasztikus volt. Itt többet kaptam, mint ott a táborban egy hét alatt. Hozom vissza az unokáimat. A délelőttöt a mentett gólya elengedésével zárták.